Háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi különbíróság létrehozását szorgalmazza az Európai Unió jelenleg soros cseh elnöksége. Ennek oka, hogy ukrán beszámolók szerint több száz holtestet fedeztek fel a kelet-ukrajnai izium közelében, ahonnan az országot támadó orosz erők kivonultak. Ilyen támadások a polgári lakosság ellen elképzelhetetlenek és visszataszítóak a XXI. században, írta a Twitter bejegyzésében a miniszter. A politikus úgy fogalmazott, hogy minden háborús bűnös megbüntetését akarják, ezért különleges nemzetközi bíróság gyors megalakítását szorgalmazza. Az ukrán hatóságok bejelentése szerint 450 polgári személy holtestére találtak rá tömegsírokban az említett területen. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, elképzelhető, hogy Ukrajna diplomáciai úton visszakaphatja a Krímfélsziget oroszok által megszállt területét. Szükséges a területek lefoglalása, és megtörténhet, hogy a Krímfélszigetet visszaadják. Az emberek is jobban támogatnák a kérdés diplomáciai megoldását, mondta Zelenszkij. Mindeközben szombaton rálőttek Konrád Krajewski bíboros pápai fő az egyház fő külön megbízottjára, aki humanitárius segítséget szállított Ferenc pápa nevében a dél-ukrajnai Záporizsia környékére. Amint a küldöttség befejezte a szállítmány szétosztását a helyieknek, könnyű fegyverekből Krajewski bíborosra és a környezetére lőttek. A lengyel bíboros sértetlenül került ki az incidensből és folytatta a munkáját. A pápai küldött most negyedszer jár Ukrajnában az orosz invázió február 24-i kezdete óta. Krajewski először Odesszába utazott, onnan Zaporizsiába, missziójának következő állomása a kelet-ukrajnai Harkiv lesz.